Az élet elleni, de egyéb bűncselekmények helyszínén is a biológiai anyagmaradványok közül a legtöbb eredmény a vérfoltok vizsgálatától várható. Ma már a vérfoltból laboratóriumi vizsgálatokkal igen sok adatot nyerhetünk, amelyek elősegíthetik a bűnügyek sikeres felderítését. A vér két fő alkotó részből áll, sejtes elemekből és szérumból. Az embereket vérük tulajdonságai alapján több csoportba lehet sorolni, és minél több csoport tulajdonság meghatározására van lehetőségünk, annál inkább szűkíthető azon személyek köre, akiktől a kérdéses vérfolt származhat. Kezdetben 4 csoport tulajdonságot sikerült elkülöníteni, és ezeket A, B, AB és nullával jelölték. Az úgynevezett AB0-ás csoport tulajdonságok az emberi testsejtjeiből és egyéb testváladékaiból is kimutathatók azoknál, akik kiválasztó típusúak. Az AB0-ás vércsoportrendszeren kívül ma már számos újonnan felismert vércsoport tulajdonságot különböztetünk meg. Ilyen például az úgynevezett MN vércsoportrendszer, amelynek segítségével további 3 vércsoport különíthető el egymástól, és pedig az M, az N és az MN. Az AB0-ás és MN rendszer együttes kimutatása már 12-féle lehetőséget ad a vér elkülönítésére. Ha növeljük a vizsgálat során meghatározható faktorok számát, kimutatva például az RH csoport tulajdonságokat is, ismét tovább szűkül az egy ügyben szóba jövő személyek köre. További szérum tulajdonságok haptoglobin és GMA kimutatásával a lakosság 10 milliós halmazából eljuthatunk egy körülbelül